Sziasztok! Üdvözlök mindenkit az első repülésbiztonsági órán. Most, hogy már ilyen ügyesen tudtok repülni, ideje foglalkozni kicsit a rátok leselkedő veszélyekkel. Kevesen vagyunk. Hol van a 14 daru? Ők a testvéreim. Mondtam nekik, hogy nem kell bejönni. Úgyis én leszek a vezérdaru. Dicséretes az önbizalmad, de hogy ki lesz közületek a vezérdaru, csak felnőtt korban dől el. Tehát akkor egy túzok. Én sas vagyok. Te egy túzok vagy kincsem. Én sasmodár vagyok. Félelmetes ragadozó. Tényleg, hol vannak a sasok? Nekik orvosi igazolásuk van, hogy nem kell jönniük. Nocsak. Olyan jó a szemük, hogy 50 méterről is elolvasták a betűket. Őket biztosan nem éri baleset a levegőben. Felmentésük van. Mondjátok meg nekik, hogy a következő órán mindenképpen itt legyenek, igazolás ide vagy oda. És a kedves daru testvéreket is várom. Kezdjük el. Ma a távvezetékekről fogunk beszélni. Megnézzük, miért lehetnek veszélyesek rátok, és mi emberek mit teszünk a védelmetek érdekében. Több csoportot érint ez a probléma. A vándorló madarakat, a pusztai madarainkat, és igen, a ragadozó madarakat is. Melyikkel kezdjük? A vándorló madarakkal. Rendben. A vándorló madarak télre, délebre költöznek, ahol több a táplálék. Hatalmas rajokban akár több száz kilométert repülnek, aztán tavasszal pedig vissza. Milyen vándorló madarakat ismertek? A darvakat. Igen, pontosan. Ki tud még? Például a gólyák, vadkacsák, vadludak. Nagyon ügyes vagy. A következő csoport a pusztai madarak. Ilyet tudtok-e mondani? Ti vagytok. A sasok! A sasokról majd a ragadozó madarak kapcsán beszélünk. Tehát? Hát ti, a túzokok. Mert nem sas vagy, hanem túzok. Értsd már meg! Igen, például a túzokok. Magyarország legnagyobb testű madara és fokozottan védettek. Olyan kevesen vannak, hogy szinte minden egyedről pontosan tudjuk, hol él, és nagyon kell vigyáznunk rájuk, mert nehezen szaporodnak. Nagyon vigyáznak rám, mert nehezen szaporodok. És én vagyok Magyarország legnagyobb testű madara. Csak leszel! És nagyobb leszek, mint te. Sokkal nagyobb. Igazából csak a súlyotok nagy. A darvak szárnyfesztávolsága akár nagyobb is lehet. Nem csak lehet, hanem sokkal nagyobb. Na, az pont nem számít. Jól van, elég legyen. Mindketten gyönyörűek és különlegesek vagytok. Éppen ezért teszünk meg mindent, hogy ne essen bajotok. Például a mai óra témája a nagy feszültségű távvezetékek. Miért feszülnek olyan nagyon azok a vezetékek? Nem úgy feszülnek, áramot vezetnek. De ez rátok nem annyira veszélyes, inkább az a baj, hogy útban vannak. Mutatom is. Ez itt Magyarország. A színesen jelölt területek a Fertőhanság Nemzeti Park és a Dunai-Poly Nemzeti Park. Tudjátok, mi az a Nemzeti Park? Azok olyan területek, ahol nem zavarhatnak bennünket. Akit megpróbál bántani minket, az nagyon megbánja. Pontosan így van. A kék vonal, ami átfut a nemzeti parkokon, az a Duna folyó, ami olyan a madaraknak, mint egy főútvonal. Ennek vonalán haladnak a madarak, amikor vándorolnak. A Duna és a környező területek élőhelyet, alvóhelyet és élelmet biztosítanak nekik. Darvak vannak a vízben! Igen, itt pihennek, mert a kutyák és a rókák ide nem jönnek utánuk. Meg az oroszlánok se. Meg azok se. És itt, a folyó két partján is állnak ezek az akár 100 méter magas oszlopok, és köztük vannak kifeszítve a vezetékek. Látjátok, milyen sok van? Ha a madarak nem veszik észre őket, nekiütközhetnek. Hát, szerintem ezek nagyon jól látszanak. Igen, igen, de rossz időben más a helyzet. Ugye? Már nem is látszik annyira. És ez sajnos egyre inkább probléma lesz. Bizonyára hallottatok már a globális felmelegedésről. Ősszel tovább van meleg, mint régen, és mivel a madarak még bőven találnak itt is élelmet, bolondok lennének elindulni délre, inkább maradnak még. Aztán hirtelen beköszönt a tél, lecsap a párás, ködös idő, és egyre gyakrabban lesznek kénytelenek már rossz látási körülmények között vonulni. Ez nagyon veszélyes. Nézzétek csak! Hű! Én csak azt nem értem, egy nemzeti parkba, ahol ugye annyira vigyáznak ránk, oda hogy építhettek ilyen veszélyes dolgokat? Igen, meg is sérülhetünk. Szólok apukámnak, és be fogjuk perelni őket. Az apukád egy túzok! Az apukám nagyon okos túzok, tudja, hogy kell beperelni. Nem perelünk senkit. Az a helyzet, hogy ezek a vezetékek előbb álltak ott, mint hogy a területeket nemzeti parkán nyilvánították volna. Elvinni nem lehet, nincs más megoldás. Jobban láthatóvá kell tenni őket. De hogy kezdjünk neki? Először is meg kell figyelni, milyen madarak járnak arra, ezek hogy viselkednek,
meg kell ismerni a szokásaikat. Ezek minket figyelnek! Hogy kukkolnak! Ez nagyon fontos kutatás azért, hogy a lehető legjobb megoldást alkalmazzuk. Megfigyelték például, hogy a túzokok, ha messzebbről észreveszik az akadályt, felfelé kerülik ki azt. Ha későn látják meg, akkor lefelé. Nektek repülés közben amúgy is rengeteg felé kell figyelnetek. A tojók és a hímek, vagyis a lányok és a fiúk külön csoportokban élnek és repülnek, ezért figyelniük kell egymást, hogy ne távolodjanak el túlzottan. Figyelni kell az élőhelyet, keresni a táplálékot, vigyázni a rájuk leselkedő ragadozókkal, ráadásul a túzokok a nagy tömegük miatt nem is repülnek túl jól, szóval nem árt, ha legalább a távvezeték jól látszik. Én jól repülök, nagyon ügyes vagyok. És nagyon okos vagy, és nagyon szép is. És ebben milyen igazad van? Így néz ki egy túzokhím dürgéskor. Hát nem gyönyörű? Így csábítják el a tojókat. Ilyet én is tudok. Apának jobban megy. Anya imádja. Nagyon ügyes vagy. Szóval, többféle módon lehet könnyebben észrevehetővé tenni a távvezetékeket. Lehet valami nagyobb tárgyat szerelni rájuk, ez a legegyszerűbb, vagy vannak kísérletek szélben mozgó szerkezetekkel, ezek a mozgásuk miatt feltűnőbbek. És a legújabb egy pulzálva világító LED fény, ami a vezetékből nyer energiát. Nézzétek! Elnézést, valami nem stimmel, azt hiszem rossz képet mutatok. Ez csodaszép! Gyönyörű! Ja igen, a madarak nagy része az emberekkel ellentétben az ultraviola sugarakat is észleli. Felteszek egy szűrőt. Ez mindjárt más. Itt tényleg könnyű észrevenni. Ez gyönyörű. Érdemes kicsit körülnézni madárszemmel, mennyire más így a világ. Ez itt egy seregély. Látjátok, milyen tarka UV fényben? Vagy a pingpong? Milyen érdekes. Jó, tudom, ti mindig így látjátok. És azt vajon tudjátok-e, hogy hogy rakják fel oda magasra ezeket a madár eltérítő eszközöket? Például azt ott felül? Hol? Ja, az más. Egy műfészek ragadozó madaraknak. Erről is akartam beszélni. Szóval egyes ragadozó madarak, mint például a vörösvércse, a kerecsensólyom, a kabasólyom és a vándorsólyom sziklahasadékokban vagy madárfákon fészkelnek. A madárfák kiszáradt levél nélküli fák, ahonnan jól belátható a környék. Ilyen fákból azonban a városiasodás és a mezőgazdaság miatt egyre kevesebb van, ezért ezek a ragadozó madarak elfoglalják a varjak, hollók vagy szarkák távvezeték oszlopokra épített fészkeit. A gond az, hogy az új lakók nagyobbak, a fészek kicsi nekik és kényelmetlen. Ha pedig ezeket az ágfészkeket lesodorja a szél, olyan helyre is eshetnek, hogy miattuk több városban is elmehet az áram. Magyarországon ezért 500-nál is több megfelelő méretű műfészket helyeztünk ki nekik. Ezeket védőruhás emberek fel tudják vinni az oszlopra, de hogy kerüljenek a fények a vezetékekre? Rakják fel darukkal szerintem. Darvakkal. Így mondják helyesen. Darvakkal. Apukámtól tudom. Úgy értem, a villogó fényeket darus kocsikkal kell felrakni. Jó ötlet, de sajnos nem ilyen egyszerű. A vezetékekben áram folyik, és a szerelés idején le kellene őket kapcsolni, ez azonban kellően hosszú időre nem lehetséges. Mást kell kitalálni. Vigyék fel a madarak! Vigye fel ez a fura bogár! Bogár? Ja, ez itt egy drón. Kis távirányítású repülő szerkezet, ami segít nekem bemutatni az anyagot. Na, gyere ide, mutasd magad. Ezek itt a forgószárnyak. Ezekkel marad a levegőben, van itt rajta egy kamera, hogy lássuk merre repül, és messziről is lehessen irányítani. Igen, speciális drónokkal lehetséges ezeket az elemeket felhelyezni. Már 20 éve dolgozunk a biztonságotokért, de sok munka van még, hogy minden igazán jól működjön, hogy az oszlopok és a távvezetékek már ne jelentsenek veszélyt számotokra. Lejárt az időnk, ennyit mára. Van kérdésetek? Igen, nekem van. A gép bogár elbír engem? Drónnak hívják! Várj meg, én is akarok! Nagyon köszönjük, tanár úr! A LIFE Dunai Szabad Égból széleskörű nemzeteken átívelő projekt. Célja a Duna folyó mentén vonuló, pihenő és telelő madárfajok elektromos vezetékkel történő ütközésének visszaszorítása és megelőzése. Az együttműködésben 7 európai ország vesz részt. Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Bulgária és Románia.